20 gyermek táborozik jelenleg Gunarason az ifjúsági táborban. Egészen kicsik is vannak köztük, mint például ezek az ikerlányok. Ők Döbrökközből érkeztek táborozni, és úgy tűnik, igen jól érzik magukat. Persze a nagyobbak sem unatkoznak. Nagyon jó, amikor fürödtünk. Meg lehet itt focizni, meg lehet játszani. Voltam már itt táborban, és azért jöttem ide, hogy szórakozzak, élményeket szerezzek. A székely kör már tavaly is itt volt lángos sütni. Minden olyan programban részt vesznek, amely közösségépítő. Tavaly én meséltem a gyerekeknek a bukovinai székelyek történetéről, és úgy gondoltam, hogy most meghívjuk a székelykörünk egyik tagját, aki csángó származású, mesemondó énekes, kicsit dobja föl a hangulatot, amíg megsütjük a lángos. A gyerekek nagyon érdeklődőek, tavaly együtt dagasztottuk, idén úgy gondoltam, hogy most mivel más program is van, gondoltam, hogy én otthon megcsinálom a tésztát, és akkor majd itt egy kicsit bűvészkedünk velük, mármint, hogy kigombolítjuk meg egyebek. Ezek a megújult épület egységei Gunarason. Az ifjúsági tábor 2023-ban lett felújítva. Többek között 10 szoba, az ebédlő mögötti tároló is elkészült, valamint egy fedett tűzrakó is fel lett újítva. Mindezt mintegy 10 millió forint értékben önkormányzati keretből finanszírozták, mondta Gyarmati Éva Andrea, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke. A felújítási munkák között szerepel, hogy az épület valamennyi, tehát minden épületnek a külső és a belső falainak a tisztasági festése történt meg. A beruházások során elkészültek kint az udvaron. Itt az ebédlő előtt ez a térköves járda, illetve egy betonplac, ami lehetővé teszi a gyerekeknek a szabadtéri foglalkoztatását. A szobákban új ágyneműk, függönyök kerültek megvételre, illetve a házi rend került a falakra, és különböző dombovárt tükröző képek kerültek a szobákban a falra, hogy hangulatosabbá tegyék a környezetet. Mindezeknek köszönhetően kiváló környezetben jó programokkal tudják fogadni a vakációs gyerekeket a gunarasi Erzsébet táborban.